Üdvözlet mindenkinek a Yahoo útja csatornán. Ezúttal Farkas Zsoltal fogunk beszélgetni, Zsolt a Tora.hu-nak a főszerkesztője, és a téma az az lesz, hogy vajon Jahusa az teremtett e vagy a kezdetektől fogva létezik. Igazából nem feltétlen vitáról van szó, én kíváncsi vagyok arra, hogy Zsolt mire jutott, meg aztán megbeszéljük ezt az egészet, szóval ez erre lehet készülni, de átadom most Zsoltnak a szót, és akkor röviden ő be tudja mutatni magát. Köszönöm szépen. Ahogy uh -huh. uh, mondta, te is én Farkas Zsolt vagyok. Uh, um, én, hát többet magammal egyébként szerkesztjük itt a túra.hu oldalt, nem tudom, hogy uh, van -e, aki ismeri, vagy nem. Uh, magamról talán annyit csak, hogy uh, talán, hát most már több mint húsz éve, hogy én, de pontosan megmondom, most 50 éves vagyok, akkor már lassan 30 éve, 20 éves koromban találkoztam először Jehova tanúival. És az nagyon megragadott engem, ahogy ők megpróbálták bebizonyítani nekem azt, hogy az a szellemvilág, akivel én tartottam a kapcsolatot addig, elég elég mélyen elmerülve ennek a most már tudom, hogy gonosz oldalában, hogy annak valójában tényleg gonosz gyökerei vannak. <kül> És ez sikerült is. Nagyon, nagyon megizzasztottam őket, nem, nem szándékosan egyébként, csak hát nagyon szerettem volna tudni azt, hogy, hogy amit állítanak, az, az valóban úgy van, vagy nem. És hát szerintem egy körülbelül másfél éves időtartam lehetett, mire eljutottunk oda, hogy az akkori gondolkodásom szerint Megtaláltam az igazvallást vallást, és megkeresztelkedtem, mint Jehova tanulja. És ez tartott egy tíz évig körülbelül. Hát ott ugye különböző rangok vannak, ott sikerült eljutni uh, valameddig, mondjuk így, mert ilyen véni pozíció, véni kinevezés előtt álltam, amikor véletlenül, ugye tiltanak attól, hogy az interneten az ember tájékozódjon, és ugye ezt jobbára az emberek komolyan is veszik. Igen. Én is komolyan vettem, de valahogy mégis sikerült belebotlani egy olyan információba, ami miatt elkezdtem azon gondolkozni, hogy vajon az az állítás, amit láttam, az igaz vagy nem igaz. És hát ez azt hozta magával, hogy körülbelül fél év, háromnegyed év kutatási munka után eljutottam oda, hogy majdnem csak, hogy mindenben tévednek. És én azt szerettem volna, ha kiközösítenek, volt egy ilyen, hát így tárgy, mondjuk, mondjuk, tárgyalásnak, és, és, ennek a tárgyalásnak a végén, amikor eljutottunk oda, hogy nem tudják megcáfolni egyetlen állítás sem, de akkor legyen vége békével, és akkor én ezt, ezt, így, ezt a kapcsolatot ezt meg is szakítottam. Ez óriási haszonnal járt ma már így visszanézve. Azért, mert ha ezt nézi ezt a műsort esetleg olyan személy, aki jelenleg is Jehova tanulja, bár nem hiszem, hogy lesz ilyen néző, mert... Sose <laughs> lehet tudni, hogy mi van. Sose lehet tudni, igen, de ha mégis, akkor abban az értelemben rendkívül nagy haszna volt, hogy meg kellett lássam, hogy az érveléseknek, meg a kutatásoknak micsoda széles palettája van. Igen. Szóval rend, rendkívül óvatosnak kell lenni akkor, amikor az ember egy tanítói szerepbe, egy tanítói székbe ül be, és én ettől azóta is egy kicsit félek. Azért, mert nyilván, ahogy mondja a példabeszédek, ezt te is tudod, hogy ahogy a nap halad előre, ugye teljes délig, úgy van, a, úgy van az igaz emberekkel is, hogy fokozatosan világosodnak meg, és ezen az úton, ahogy az ember halad, mindig érik olyan meghökkentő dolgok, amik, amikről teljesen szentül meg van győződve, hogy az úgy van. Nem akarom senkinek itt a... senkit nem akarok megbotránkoztatni, de ilyen volt például nálam először a lapos föld. Tehát ez körülbelül 7 évvel ezelőtt kezdődött nálam is, amikor én legalábbis úgy érzem, hogy az atya megszólított, hogy ébredj albó nemzetem, és veszi le a szemedről a fájtlat. És egyik ilyen téma jött a másik után, amikor a szent meggyőződés se az embernek. És megmondom őszintén, hogy most 50 éves koromra is mindig-mindig uh, mutat valami újdonságot, és talán, hogyha egy, uh, szabad egy mondatot, mondat erejéig visszatérni oda, hogy uh, milyen érzés volt az, amikor az ember megtudta, hogy szó szerint, ha sortűzeli állították volna a hitéért, akkor bátran vállalta volna, és kiderült, hogy ez nem igaz. Igen. Az, az egy kognitív diszonanciának hívják ezt a nézők kedvére, akik esetleg nem, nem tudják, egy ilyen szellemi tudathasadás, de akkor amplitúdeóval rengeti meg az embernek az elméjét, hogy szerintem földrengésből lehet, hogy akkorát nem lehet átélni. Az ember ilyenkor teljesen tönkre megy, idegileg sír, nem találja a helyét, és ez hetekig tart. És ez ma mind abban az értelemben óriási haszna volt, hogy mindig, mindig azóta is, amikor mutat valamit, amiben szentül meg vagyok győződve, ez ugyanúgy hozza magával, csak az amplitúdója nagyon pici. Most már nem tart hetekig, és, és nem borul ki annyira az ember. És, és ennek a. elég is ennyi belőlem. Most legutóbb egyébként, én nem is foglalkoztam, megmondom őszintén róla, nem, nem foglalkoztam azzal, hogy a Szent Háromság az igaz vagy nem igaz, az atya Jahua és az ő fia Igen. Jahusa, ez, ez a téma, ez engem annyira most nem foglalkoztatott már egy jó ideje. Ezt a fonalat akkor vettem föl, tehát hogyha egy hónappal ezelőtt beszélgettünk volna, ezt a beszélgetést úgy zárhatnánk le, hogy Roland, meglá... megnéztem a videóidat, minden rendben. Csillagos sötös, én is pont így gondolom, szuperek voltak, tényleg nagyon tetszett, Aha. és hogy megadjam meg az alkalmat, hogy bár biztos ezt nagyon sokszor hallott, de <kül> ezt itt a nézők szem előtt is szeretném megköszönni neked azt a munkát, amit csinálsz. Szóval, hogyha ha mindenki olyan ember lenne, mint te, és mindenki olyan, annyira komolyan venné ezt az egészet, mint te, akkor szerintem a, az ítélet nap ellene halasztva. És azt mondanák, hogy Ninive esetében hagyjuk, akkor kezdjük előről, nyissunk új Igen. <tosz> yeah. Úgyhogy úgy, hálásan köszönöm neked ezt így, így most élőben is, hogy ezt a munkát csinálod, mert abban az időben, amikor körülbelül én is egy 6-7 évvel ezelőtt elkezdtem kutatni ezek után, hogy miért, miért, pont akkor arra nem tudok válaszolni, arra tudok válaszolni, hogy nagyon-nagyon kevés, mondhatni, hogy nulla értelmes magyar nyelvű anyag volt az interneten. Igen. Angolul nem beszélek, mert most így <laughs> képzeld el, hogy a, 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 azzal az angol tudással, az, az túlzás, hogy semmennyit se, de azzal az angol tudással, amivel én rendelkezem, az, az, azért vért, vért, kell izzadni, hogy valami értelmet kicsikarjál az interneten található anyagokból. De, De hát úgy nyilván, hogyha az ember komolyan veszi meg érdekli, akkor megpróbálja. Szóval nagyon-nagyon jó jött nekem az. És most legutóbb, szóval egy kicsit elnézést, hogy elkanyarodtam, most visszakanyarodnék oda, hogy most legutóbb, ugye azokat a videókat, amiket így elérhetővé teszel, én azokat nagy örömmel szoktam megnézni, és tényleg ha meglátom, hogy közé van téve, akkor az első százban szinte benne szoktam lenni, akik megnézik. <kül> És nem régiben készült ugye egy Szent Háromságról készült videó. Hát ugye lehet, hogy a, YouTubenak YouTube-nak az ajánlásai annyira kifinomultak, hogy tudták, hogy én ezzel a témával most elkezdtem foglalkozni, de az is könnyen lehet, hogy, hogy az atya gondolta úgy, hogy akkor mutatok ennek egy másik perspektíváját is. És mutatott is, és hozta ezt a földrengésszerű kognitív diszonanciát magával, amit egyébként máskor nem tartott olyan sokáig, egy, egy nap alatt sikerült lehiggadni, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor ezt most nagyon alaposan kutassuk ki. Szóval ez majdnem, hogy egy időben történik. És én teljesen másra jutottam. Úgyhogy én ezt a beszélgetést, hogyha ha te vezeted, én nagyon örülök. Én valami olyasmit gondoltam, hogy nem olyan sok, most már látom, hogy nem olyan sok írásrész van, amiből arra a következtetésre juthatunk, hogy Jahusa egy teremtett lény. De hogyha ezeken átszaladunk egyesével, akkor szerintem valamilyen álláspontra biztosan jutunk, és én nem akarom azt mondani, hogy nekem van igazam, vagy neked van igazad. Ahogy te is mondtad, ez egy, ez egy beszélgetés, talán két olyan, két olyan ember között, aki majdnem, hogy mindenben egyet gondol, meg azonos módon látja az írást. Ha vannak némi különbségek, azok majd idővel majd ki fognak egyenesedni, Viszont ez egy olyan része, én azt láttam, ugye ezért is beszéltünk mi már korábban telefonon, ezt csak a nézők kedvéért mondom el, mert viszont szerintem ez egy olyan téma, ami a hitünknek a leges, legfontosabb alapja, és vannak is olyan írás részek, nyilván ezeket te valószínűleg fejből is tudod, de majd együtt is megnézzük, amik azt mondják, hogy ez egy kardinális kérdés. Tehát ez egy annyira nagyon fontos része az írásnak, hogy ezt valószínűleg alaposan tisztázni kell, és én szerintem azt, hogy háromság, ebben nem menjünk bele, mert ez egy nagyon-nagyon nehéz téma, az viszont szerintem talán könnyebben megfejthető, hogy Jahusa teremtett vagy nem. És akkor visszaadnám a szót neked, hogy ha, ha elmondanád Roland te, hogy ezt miért gondolod, akár egyesével is, hogy Jahusa teremtett, született, ahogy te gondolod megfogalmazni. Világos. Én Rendben, hát ugye nehéz újat mondani azok után, hogy én menj, csináltam ezt a, azt hiszem, hogy hat, hat videó eddig, ami, amiről szó van. Abban nagyjából én felvázoltam mindazt, amit, amit én erről gondolok, illetve amit szeretném, hogyha ha mindenki magával vinne, és akkor átgondolná. De én egyrészt azt nem tettem különbséget hosszú ideig. Az között, hogy teremtett, illetve született, és akkor úgy ellenállok most a, a csábításnak, hogy belemegyek részletesen, de az idők során elfogadtam, hogy nem teremtett, hanem, hanem nemzett. Szóval született ő, mint ahogyan az írás is fogalmaz, hogy mindenek előtte született. Szóval nem teremtett, ezt én elfogadom. Meg nekem nincs is bajom azzal, hogy nem teremtett, nem akarom én, hogy teremtett legyen. Hogyha lehet, hogy igazából ennyi, amit ami talán most így első nekifutásra mondanék erről az egészről, hogy én úgy gondolom, hogy, hogy született, és nemzett ilyen formán, és nem teremtett, Szóval ez, ez abszolút fair ez a része, de, de talán nem is az a kérdés, hogy, hogy született vagy teremtett, hanem sokkal inkább az, hogy egy időse az atyával vagy nem, mert azt hiszem, hogy ez volt a... Igen, igen. A, a, a nagy dilemma, hogy egy időse az atyával vagy nem, és én nekem erről nem változott a, a véleményem, sőt, én nekem meggyőződésem, hogy nem... Bocsánat, csak közben mindig tökéletesítem a, a kamerát. Szóval, nekem me, meggyőződésem, hogy nem, nem egy ö, idős az atyával, mivel hiszen nem is lehet számos okrán fogva. De de érdekes lenne a, a, azok az érvek, amiket esetleg te találtál, mert én kíváncsi vagyok arra. Szóval, hogyha van, mert ugye mondtad, hogy van az a prezentációd, lehet, hogy az lenne a leg. Legegyszerűbb módja, hogy mondjuk adnánk neked, mennyi idő kell szerinted, hogy azt el tud mondani? M nincsen, nincsen nekem prezentációm, én egy egyszerű beszélgetésre készültem. Jó. G gondolom, is gondolom, a... gondolom hogy hogy biztos van olyan Valószínűsítem, megnézünk egy pár verset, ami alapján arra gondolsz, hogy ő nem egy idős. Jó, oké, akkor oké, legyen úgy, akkor én elkezdem. Le, talán az a legegyszerűbb. Akkor, akkor tudok itt prezentálni? Látom ezt. Úgy, igen, ezt igen, ott ezen. a három függőleges vonal mellett balra fölfele nyíl. És akkor a, a Window lenne a Biblia felfedező. Hát kiválasztod azt, és akkor a kék. Oké. Okay. Többet nem tudok, csak egyet. Jó, Több akkor... kellene? Há, nem baj, ugye a Héber görög, de nem baj. nem, lehet az egész... Az egész... Lehet, te választod ki. Hogyha rányomsz a függő, vagy a felfele mutató nyíra, akkor a prezentáláson ki tudod választani, ma én magyarul nézem, nem tudom te nem milyen nyelven, hogy teljes képernyő ablak, vagy böngésző. Akkor a teljes képernyő lenne az? hát a teljes képernyő, akkor az egész képernyődet fogjuk látni mindent, amit Am Amit én látok akkor. A igen. Amikor, aha, jó, akkor most a prezentációban, igen, ez megy, jó, akkor rámegyek el. Ja, nem is kell nekem ez, hát ö, megosztom egyszerűen csak a, ezt az első szülött prezentációt, talán ez az a szalege. Jó. Akkor, nem, akkor csak egyszerűen, Megkérnék mindenkit arra, hogy lájkoljátok, illetve osszátok meg tartalmainkat, melyeket megtalálhattok Infobaba, illetve Yahoo útja néven a TikTokon, Instagramon, YouTube-on, Facebookon, valamint weboldalainkon, és ha hasznosnak, értékesnek találjátok munkánkat, akkor támogassátok, azt köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Aha, ott, ott lesz középen akkor, vagy? Hát most igen, megosztottad a böngésző ablakot, de gondolom, hogy ha egyet át Aha, átfog, fog, Ha én arra rátattintasz, akkor már azt fogjuk látni. De én még mindjárt megmondom, hogy jót látunk, vagy nem. Én magamat leteszem kicsibe, és akkor nagyobb a képernyő. Na most? Tökéletes látszik. Kész, szuper. Jó. Rendben. Szó, én azzal kezdeném, amivel kezdtem ott is a. Azt a, az egész videósorozatot, az pedig, az pedig a rómaiakhoz első fejezet 19-20, az egész első fejezet lényegében, de, de maradjunk csak a első fejezet 19-20-nál. Szóval azt mondja, hogy mert ami Elohim felől tudható, nyilván van ő bennük, mert Elohim megjelentette nekik ez a ez, hogy nyilván van ő bennük, ez azt jelenti, hogy nyilvánvaló számukra. És Elohim megjelentette ezt nekik láthatóvá, vagy nyilvánvalóvá tette, vagy a szem elé tárja, ilyen értelemben uh -huh. beszél erről, hogy megjelentette nekik. És utána, ha megyünk tovább, akkor arról van szó, hogy mert ami Elohimben láthatatlan, tudnélek az ő örökké való hatalma és istensége, vagy Elohim mi volt a a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén, megláttatik úgy, hogy ők mentetetlenek. És akkor én ebből arra a következtetésre jutottam, mi szerintem egyébként helyesen, hogy a teremtett, amit akar mondani Pál, és ezt mi megbeszéltük már számos alkalommal, de csak azok számára, akiknek esetleg ez nem világos. Szóval, azt mondja, hogy a teremtett világ az egyértelműsíti azt, hogy milyen Elohim maga. Az ő, az ő alkotásaiból megértetvén mindaz, ami amúgy láthatatlan belőle, az őrökké való hatalma, az istensége, a világteremtés, megértetvén megláttatik úgy, hogy ők, ők mentetetlenek. És szerintem ez kell, hogy legyen a kiinduló pontja annak, hogy vajon Jahusa egyidős-e az atyával, vagy pedig nem. Mégpedig azért, amit elmondtam, és aztán most átadom utána a szót, aztán majd megpróbáljuk valahogy kiegyensúlyozni a, a, a beszédidőt, mert én tudom, hogy én hajlamos vagyok sokat beszélni is, meg, meg e, belefeledkezni, szóval majd én megpróbálom ezt így valahogy mérni, de de lényeg az értet bizonyosan, meg mindenki más is, hogy ha a teremtett világból megláttatik az, hogy milyen is Elohim, akkor az azt feltételezi, hogy az atya és a fiú az, az időrendi sorrendben követi egymást. És még nem megyek bele most a, a részletekbe, de ezért hát valahogy demonstrálnunk kell azt, hogy a, a fiú az nem az egyszerre lett az atyával, de akkor az nem, tehát a teremtett világból azt nem tudjuk leszűrni, mivel a mivel az, az soha nincs olyan, hogy a fiú és az, az apa az egy időben keletkezik. Én szerintem ez a az úgynevezett ezüstpiszcsögöly az egészben. És akkor e, en, ennek ezzel az elgondolással kell neki vágnunk annak hogy vajon egy időben született vagy sem? Most nem tudom, hogy erre szeretnél -e reagálni, erre a konkrét versre, vagy esetleg menjünk egyel még tovább, ahogy gondolod. Mindegy, ha akarod, mondhatod tovább, vagy akár itt meg is állhatunk, nem tudom melyik legyen. Jó, akkor szerintem az a legjobb, hogyha esetleg elmondod, hogy mi az, amit gondolsz erről. Jó. Én, én is megpróbálok prezentálni, jó? Jó. Akkor én lehet, hogy akkor nekem ki kell más. Ez a... meg, meg fog szakadni. Ja, jó, oké, okay, akkor. Látszik, ugye? Tehát erről, erről van most szó. Róma 1, ugye? Rómaiakhoz 1, 19, így van. Igen, ez az... igen. Hát, hogyha az egész fejezetet elolvassuk, nem kell most ezt végigolvassuk, mert nyilván ezt most mindenki, mindenki ismeri. De hogyha az egészet összefüggésében nézzük, akkor ki fog derülni, az, hogy itt valójában miről beszél, és én teljesen más következtetésre jutok. Ami nem, bizt... ami nem baj. Nem baj, csak esetleg érdekességképpen talán érdemes lehet ezt is meghaltani. jó Tehát, miután mondja uh, Pál, hogy kinek milyen sorrendben uh, mutatta meg magát Elohim, azután leszűri azt a következtetést, amit te is mondasz. Hogy ő felőle ez nyilvánvalóan meg kellett volna, hogy lássák. Mi az, amit meg kellett volna, hogy lássanak? Azt kellett volna meglássák, hogy a teremtő az, az egész világnak az alkotója. És azt is érdemes egyébként megfigyelni, hogy tehát ők ezt megismerték. Hogy ismerték meg? Hát úgy, ahogy a számos Zsoltár beszél róla a teremtésének a nagyszerűségéről, hogy ott vannak a hegyek, a tenger, a szelek, az eső, a nap, a stb. stb. És mivel ebből nem ismerték fel azt, hogy nekik van egy alkotójuk, tehát itt ez sehol nem beszél a véleményem szerint arról, de majd mondom tovább, hogy még egyébként itt a, itt a Bibliavers még, még milyen érdekességeket hordoz magában, amiket te is kiemelsz. Pusztán azt kell, arra kellett volna rájöjjenek, hogy van egy olyan személy, aki ezt az egészet alkotta, aki valószínűleg számunkra felfoghatatlan mérnöki tudással rendelkezik, végtelen hatalma van, elképesztő matematikai tudással rendelkezik, és így tovább, és így tovább. Viszont mivel ezt nem ismerték fel, ezért bár látták a teremtést, látták a teremtést, de mivel a teremtést látták, és így is, azt mondták, hogy ők inkább a saját okoskodásokkal, meg bölcsességükkel próbálják, mint ahogy a mai napig így van, a, megmagyarázni azokat a dolgokat, amiket min, minket körülvesznek, ezért adta őket tisztátalanságra. Viszont az a szó, amit, amit ugye ebből kiemeltünk, ez az istenség, ahol is látjuk ezt, azt mondja, hogy a. 19. Ez, igen, ez az istenség. Ez egy, egyetlen egyszer fordul elő a, az írásban, így van? Tehát, hogyha erre a szóra rákeresek, az istenség, akkor azt fogja mondani, hogy ez a Róma egy húsz, tehát itt nincs, nincs több. Viszont érdekes egyébként, és aminek szintén érdemes utána nézni, hogy ez a szó amúgy még egyszer előfordul az írásban, csak hiányzik belőle az i betű. Hogy miért hiányzik belőle ott majd mindjárt megnézzük, egyébként csak ennyit kell csinálni, hogy áttekerünk át a 20 -hoz. hogy itt miért hiányzik az i betű, ezt nem tudja senki. De ez ugyanaz az istenség. És hogyha azt mondom, hogy ez hol van az írásban, akkor azt fogja mondani, hogy ez is csak egyetlen egy helyen van. Most figyeld, mit mond ugyanennél a szóhasználattánál? Azt mondja, hogy mert ő benne lakozik az istenségnek egész teljessége testileg, vagy megnézhetjük az összes többi fordítást, hogy hogy mondják, de akkor gyakorlatilag ez azt mondja, hogy ha én az ő fiát megismerem, akkor az egész Istenség egész teljességét megértettem. Akkor ez azt jelenti, hogy ha Jahusa egy teremtett lény, vagy született, vagy fogalmazzunk, ahogy te neked sikerült ezt megérteni, akkor az atya is az. Még egyszer ez a kilences, amiről most szó van, az hogy. az hogy. A ez, hogy az egész, mert ő benne lakozik az Istenségnek egész teljessége testileg, erről beszélsz most. Igen. Jó? Igen? érted, érted ezt a gondolatmenetet? Hogy ha, ha azt mondjuk, az előzőnél itt, ugyan, ugyanaz a szóhasználat, hogy ha az Istenség azt, nem azt jelenti, amit mondok, hogy vedd észre, hogy micsoda óriási csoda, egy, egy, egy tündérkertben élünk, csak menjél ki és vizsgáld meg a növényeket, a rovarokat, a fákat, a felhőt, az esőt, a napot, a stb., amit, amiről Dávid számtalan szor énekel. Hogyha nem azt jelenti, hanem azt jelenti, amiről ugye most az előbb szó volt, hogy ebből rájöhetünk arra, hogy Jahusa született vagy nem, az atyával egyidős vagy nem, akkor jogunk van azt mondani, hogy menjünk el a Kolosszé 2.9-hez, ugyanis ugyanez a szó azt mondja, hogy ha, ez er, ha ez a téma erről szól, akkor ő benne lakozik, az istenségnek egész teljessége magyarul, hogyha arról a témáról van szó, akkor arra a következtetésre juthatok, hogy nem csak, hogy Jahusa született, hanem az atya is. Hiszen ő őt láttam emberként, ő megszületett, ő egy. Azt mondja, hogy testileg, hogy ő, ő benne lakozik, az Istenségnek egész teljességet testileg. Jó, hát figyelj, meg, megnézhetjük a többit is, hogyha gondolod. Nem, csak De most jó, egyelőre a... ennél azt mondja, Jó, maradjunk ennél. Egyelőre ennél azt mondja, hogy ő benne lakozik az egész Isten. Uh, bocsánat, csak közben én, én a Biblia felfedező nézem. Az Istenségnek egész teljessége, ez pleroma az egész teljesség, ez teljességet jelenti. Testileg somatikus, ami azt jelenti, hogy, hogy testi, fizikai, Szóval ez csak, ez csak azt mondja lényegében, amit mond, az pedig az, hogy, hogy testileg ő megjeleníti a világban az atyát testileg. De ez nem azt jelenti, hogy az atya az ilyen, mint ő. És talán héberekhez első fejezet, az, az, ö, ezt az egészet helyre is rakja, hisz azt mondja, hogy aki az ő dicsőségének a visszatükröződése, vagy ragyogása, sugárzása, és az ő valóságának a képmása, vagy, vagy karaktere. Ez, ez a kettő, ez a kéz, kézben jár. Szóval ez azt jelenti, hogy itt a Földön számunkra a fiú az, aki megmutatja az atyát, de ez csak testileg van szó erről egyelőre. Nyilván nyilván lelkileg megérti az ember, hogyha járja ezt az utat, de, de a, ez csak így, hogyha bele tudnánk az atyát zárni ebbe a testi világba, akkor így ilyen lenne, mint amilyen a fiú volt. De ez pusztán ennyit jelent az én olvasatommal. Uh -huh. Jó, akkor akkor mondjuk azt, hogy ezzel a résszel a nem jutottunk előrébb, én... De még egyszer, ha elmondod, amit uh, am amit uh, amit ebből akartál kihozni, uh -huh. tehát csak összefoglalod, akkor mindenki. Talán megérti jobban ezek Jó. után. Csak villám gyorsan, hogy Számom... mi, mi az. Ami... Igen. Tehát számomra a Róma első levél alapján nem tudjuk megállapítani azt, hogy jahusa egyidőse az atyával, vagy nem. Tehát ez semmilyen módszerrel én azt gondolom, hogy ha ezt én próbálnám, én úgy érezném, hogy én megerőszakolom a Róma egyet. Aha. Majd biztosan lesznek másik olyan, olyan írásrészek, amik sokkal egyértelműbbek lehetnek, viszont a Róma egy az, az, szerintem az nem ezek közé tartozik. Itt számomra ez az írásrész semmi másról nem szól, mint arról, hogy a teremtés műből fel kellene ismerni azt, hogy mennyivel na sokkal nagyobb hatalmú személy az, aki fölöttünk áll és működteti ezt a rendszert. Hogyha ebből valaki nem jön rá hogy nem ő a világ közepe, akkor sajnos ő menthetetlen, és a vége az lesz, ami ide van írva. És kész. Itt, itt ebből semmit nem tudunk. Viszont, hogyha mégis azt akarjuk mondani, hogy ez, e, belekapaszkodunk ebbe a kifejezésbe, hogy az istensége is megismerhető, ez ugye szó szerint az isteni mi voltja. Igen. A többiek így is fordítják. Akkor ez az isteni mi volt, ez előfordul még egyszer az írásba, és senki nem nagyon tud, szóval itt ilyen... Ö, anyanyelvűeknek a magyarázatát, hogyha elkezded olvasni, akkor ők is azt fogják mondani, hogy nincsen különbség a két szó között. Akkor viszont mondhatjuk azt, hogy a Kolosszé 2.9-ben még egyszer fordul, és az én értelmezésem szerint, hogyha azt a logikát használnánk, hogy a Róma 1.9, vagy a Róma 1.19.20 igenis bizonyítja, hogy ő valamikor született idézőjelbe, tehát azt mondjuk, hogy ő neki az, az ő élet idejének van egy kezdeti szakasza, akkor nyugodtan használhatnánk a 2.9-et is, mert azt mondja, hogy ő benne az Istenségnek egész teljessége. Magyarul akkor ilyen alapon azt is mondhatnánk, hogy az adja. Legyen testileg. De az van. fontos, az, az, fontos, hogy testileg. Mert, ugye Tehát arról, arról nincs szó soha, hogy ő egyenrangú lenne az atyával. Ez nyilván mind a ketten. nem. Arról is beszéljünk. De igen, de, de az istenség az azt jelenteni, szóval, hogyha ha nem lenne ott a testileg, akkor mondhatnánk azt, hogy mert ő benne lakozik az istenség, egész teljessége. De ott van, hogy testileg. És ezt állandó, általában kihangsúlyozza, még akkor is, hogyha esetleg nem mindig. De a lényeg az ez esetben, ami héberekkel kapcsolatosan mondtam, hogy a fiú az egy reprezent, Manifestációja, egy manifestációja fizikálisban az atya teljességének. Szóval mindaz, amit az atya magában foglal, az megjelenik a fiúban, abszolút mértékben itt a fizikálisban. De, de a, a spirituálisban nem birtokolja ugyanazokat a kvalitásokat, mint az atya. Ezért szerintem nem mondja ez. Én er, erre nyilván, vagy nem tudom, hogy ezzel hogy állsz, hogy mit gondolsz erről, de a fizikálisban. Igen, de a spirituálisban egyáltalán nem egyenrangúak, semmilyen képen, és ezt én, én meg tudom mutatni a, a verseket, de szerintem ebben nincs is egy, egyet nem értés. Nincs különbség. Nincs, nincs, nincs különbség, tehát azt az, az, oly annyira nagyon sokszor uh, megjelenik az írásban, hogy az én atyám nagyobb nálamnál hozzá imádkozik, szóval na, ebben nem érdemes belemenni, mert időnk, időnk. Idő, akkor így, időnként. Nem, nem, nem is ez a téma. Világos. És ja, még annyit csak az egész rómaiakhoz ezzel kapcsolatban, hogy én, én nem állítom azt, hogy rómaiak egyértelműen bizonyítja azt, hogy a fiú előbb született, én csak azt állítom, hogy a. a az atya előbb született. Igen, bocsánat, az atya előbb született, vagy nem is, ő nem is született, hanem a fiú született. Szóval én csak azt állítom, hogy ha ez, ez így vagy úgy, de arról beszél, hogy a teremtett világ az, az, bemutatja nekünk az atyát, és, és ő nem tér ki arra, hogy a teremtett világban mely dolgokról van szó, de a teremtett világhoz hozzátartozik az ember például, vagy akár egy állat. És ezért mondtam én le azt a következtetést, hogy a teremtett világnak összhangban kell lennie Elohimnek a természetével, mint ahogyan az szerintem ez egyértelmű is ez ebből a szövegkörnyezetből. És ha összhangban van, akkor akkor csak e, akkor abból aztán már, már a többi következik, hogy a fiútát később szerintem. De én tőlem mehetünk tovább. Jó, é, szerintem is leveszem, és visszaadom a prezentációt, és akkor. Ezt megbeszéltük. Aha. Ez szerintem, igen, hát ha közelebb jutunk az összes többivel. Jó, akkor te rögzíted a képernyőt? A, a, nem, a... én levettem a, levettem a prezentációt. Nem, 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 azért utas... kérdezem, mert én, ha csak én veszem föl, akkor én nem is ö, a prezentációval nem is. Ö, ja, de neked látnod kell, jó, oké. Okay. Amúgy nem látom, ha nem mutatom. Világos, jó, akkor. Jó, nem probléma, persze. Mit? Aha. Jó, akkor visszateszem. Igen. És akkor most, most megy, ha jól gondolom. Most Igen. látszik a, a... Látom. Jó, szóval ha megyünk tovább, Koloséjakhoz azt írja, hogy aki képe, ikon a láthatatlan Elohimnek, minden teremtménynek előtte született. Most biztos felkészültél arra, hogy ez elő fog kerülni, ez a vers, de a lényeg az, hogy Kolosséjakhoz 1.15 azt mondja, hogy lényegében ugyanazt, amit a Héberekhez mond, hogy ő uh, ikon, képe, mint egy ikon. Szóval az, az Elohim láthatatlan számunkra, hiszen a spirituális világban él. Azonban a, van ez a, ez a jelenség, ami a fiú, aki itt járt közöttünk, aki megjeleníti őt, És de, de itt ebben a világban. Mint ahogy Héberekhez is erről beszélt, meg, meg ugye a Koloséjakhoz, másik fejezet 9 is ezt mondta, hogy testileg benne van az Elohimnek a teljessége. Tehát uh -huh. ez, a, ez, az, ez a kép, ami a, a fiú, ez megjeleníti nekünk az Atyát itt ebben a világban. És ő minden teremtménynek előtte született. Most, hogy ez a, ez a született, meg fogom nézni most villámgyorsan, hogy arról volt, szó, hogy ez egy melléknév, és ezért hát ö, uh -huh. esetleg ez nem, nem nem fedi a, vagy nem, nem fedetlen azt jelenti, amit jelent, bár nekem nincs itt ilyen, hogy. De így, ha melléknév is, végül is mindegy is, de a, a, a szó jelentés az az, az, az hogy ö, pro, azt mindenki ismeri, hogy előtte, illetve az egy előtag, de a ami érdekesebb az a TikTok. TikTok annyit azt jelenti, hogy nemz vagy szül világra hoz, terem uh -huh. akár, születik. Tehát ez csak, ez csak egyértelműsíti azt, hogy a fiú az, az született, illetve nem teremtetett. Én nem akarom azt mondani, hogy teremtetett, Én azt akarom mondani, amit mond a szöveg, és az pedig az, hogy született. Ez egy speciális világra jövetel, ez nem ugyanaz, mint a teremtés, hisz minden utána már ő teremtett, azonban ő született ami egy különleges dolog. És ezt héberek alátámasztja, amikor azt mondja, hogy melyik az angyalok közül melyiknek szólt így, szóval semmelyiknek. Ő, ő egy ilyen különleges dolog, ami, ami létezik, nem hasonlítható semmihez. És aztán utána folytatja Kolosséjakhoz, aztán átadom a szó 10 17 hogy mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyebben, a földön, láthatók, láthatatlan, akár királyi székek, uraságok, fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtetek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Szóval mindennél előbb volt, kivéve az atyát természetesen, ami, de... amit ez a, ez a vers, illetve ez a szakasz az én értelmezésem szerint egyértelműsít. De nézzük meg, hogy mi az, amit gondolsz te erről akkor. Jó. Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo! útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo! útja összes felületén az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában, és köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig. Akkor uh, visszateszem. Uh... Várjál, most lehet, hogy úgy kellene nekem is, hogy kiválasztok egy ablakot, megosztás, és azt az ablakot, amiben beszélünk. Megosztás, és hogyha mondjuk... Ö, ezt most látod, ugye? Most látom, igen. Ez Jehova tanúi oldala? Uh, igen, Jehova tanúi oldala, látom, igen. ez <laughs> Jó, igen. Ez az. Na hát, uh, majd meg fogjuk nézni uh, mindjárt azt, hogy mit jelent ez a szó valójában. De amikor azt mondjuk, hogy melléknév... Igen. Azt mondja, hogy... Azt mondja, hogy hol is van, ezt kikereshettem volna, de... Ja, jó, csináltam egy linket. Jó, azt mondják, de itt, itt látjuk is, nagyítsam ezt? Én szerintem ez olvasható lesz majd. Ez így túlzás? Ez egy Google, amit én látok itt. Goog egy Google? Google Kolossé, ez van itt. Ja, oké, okay, akkor ez nem jó itt, hanem nem ezt az ablakot prezentálom, hanem ezt. Most már látszik, ugye? Látszik, igen, csak nagyon kicsi, nem lehet kontroll, kontroll felfegörget, aha. Így jobb? Így jobb, aha. Jó, ez a prototokosz, így van? Így van, ez az. Jó, itt látod, hogy ez 129 alkalommal fordul elő az írásban, és minden egyes esetben melléknév. Minden egyes esetben. Ez azért fontos, mert hogyha például megkérdezem tőled, beszélgetünk egy akármilyen beszélgetés során, és azt mondom neked, hogy Roland, egyébként hányan vagytok testvérek? Teljesen mindegy, fiktív példa, hárman. És ki az első szülött a családban? Akkor azt fogjuk mondani, hogy Roland. Igen. Ezt, ezt jelenti, jó? De hogyha melléknév, akkor azt fogom kérdezni, hogy teljesen mindegy, hogy te mikor születtél, először vagy utoljára. Ha azt kérdezem, hogy milyen jogok illetik meg Rolandot a családban? Első szülött akkor ebből rögtön lehet érezni, hogy ez nem arról beszél, mint amire az emberek leginkább gondolnak. Érted? Tehát itt a, ez az első szülött szó, a prototokosz, az minden, de majd mindjárt nézzünk rá példát is amúgy, csak akkor át kell váltsak ide, és sajnos ez ilyen nehézkes ebben az értelemben, mert most lesz a felfedező, ha jól gondolom. igen, és azt keressük is ki. Kolosszé 1.15, ugye? És ez volt, hogy minden teremtménynek előtte született, ez ugyanaz a szó, ez a prototokos. Ezt itt most Károli így fordította ő is, hogy született, de valójában ez ugyanaz a szó, mint hogy első szülött. Igen. Amikor nem arról beszélnek, hogy ő mikor született, hanem arról beszélnek, hogy ő az egyedüli örökös Őt tette mindennek az örökösévé Jahua. Érted? Tehát ez óriási különbség. De itt látszik is, hogy miről van szó, és ezt majd az összes többi versből majd fogjuk látni, hogy ő a feje a testnek, egyháznak, aki kezdett, első szülött a halottak közül. Mindenekben ő legyen az első. Tehát ez, a, ez, az első szülöttségi jog, amit szerintem te rendkívül jól ismersz, én szerintem biztos, hogy sokkal jobban, mint, mint, mint én, de hogyha azt mondjuk, hogy Jeremiás 31.9, akkor itt láthatunk az atyától közvetlenül egy példát. Amikor itt ugyanazt mondja, hogy atya leszek Izraelnek, és Efraim nekem elsőszülöttem, nem is az. Tehát amikor ezt a szót használják, hogy elsőszülött melléknévként, akkor nem arról beszélnek, és ennek iszonyú irodalma van az interneten. Akkor nem arról beszélnek, hogy az illető mikor születik, hanem arról beszélnek, hogy az illetőnek nyilván melléknévként, ezért használják melléknévként, az el, a, annak a személynek, akiről szó van, milyen jogai vannak. E, igen, ez esetben arról van szó. Mind 129 esetben. De, de nem, mert Máté 1.25-ben azt mondja, hogy Igazad van, a Lukácsban is van egy ellenpélda. És nem ismeri őt, és... míg meg nem szüli az ő elsőszülött fiát, és nevezi annak nevét Jahusának, és itt egyértelműen arról beszél, hogy ez az, el, akit először szült? Igen, így, így van. Hát Attól, függetlenül, hogy akkor? én elismerem azt, amit mondasz, hogy, hogy ez elsőszülöttségi jogról van szó, de az nem zárja ki azt, hogy egyben, elsőszülöttségről legyen szó, mint fizikális, hisz a szó maga elsősorban azt jelenti, hogy elsőszülött. Szóval vonatkozhatunk arra is, hogy igen jelenti azt, és én ezt elfogadom, hogy igen jelenti azt, hogy elsőszülött jog, és de ettől függetlenül a, a primár jelentése a szónak az az, hogy valaki, aki először született. És ezt nem írja fölül az, hogy így vagy úgy használja, hisz látjuk azt, hogy például itt ebben az esetben is így használja, hogy először született. Ez és mellesleg ez az első előfordulása. A második és szülé az ő első fiát, az pedig a következő fejezet, ahol szintén azt jelenti, hogy először született. Tehát az e elsődleges... E állj, állj, meg, állj meg egy pillanatra, légy szíves! Persze. Tehát ez, nekünk, ez, ez nekünk ez a nyugatias gondolkodásunk. Tehát, hogyha elolvasod ennek a szónak, a mögöttes irodalmát, hogy az akkor élő emberek hogyan gondolkoztak erről, akkor nekünk, amikor azt mondják, hogy első elsőszülött, akkor mi rögtön arra gondolunk, hogy ú, micsoda óriási jelentősége van annak, hogy időben ő született meg először. Mint ahogy De ez így is né? van. Tehát óriási jelentés. Melléknév... Jó, jó, jó. De, el... de melléknévként használja, és amikor abban az időben az emberek arra gondolnak, hogy megszületett az első szülött, aki egyébként tényleg fizikálisan most abban az esetben, amiről te beszélsz, az tényleg időben először született. De ez azért, nem azért óriási jelentőségű, mert leelőzte öt perccel, hanem azért óriási jelentőségű, mert milyen jogokkal rendelkezik első szülöttségi jogokkal rendelkezik. Így, így is használják. De ki az, aki első szülöttségi joggal rendelkezik a testvérek közül? Hát Normál az, aki esetben. először születe. Normál esetben az, aki először született. De hát nézd meg, nézd, nézd meg hogy mi ez hasonlítja itt. Nem is kell ellapoznunk, Kolosszé 1.15, de majd min mindjárt uh, majd átteszem a prezentációt egy másik ablakra, Roland, a Kolosszé 1.15 az egy annyira kényes téma, hogy aki volt Jehova tanulja, az nagyon jól tudja, és nem is tudom, hogy hogy lehet ezt szépen vagy finoman megfogalmazni, hogy ők csináltak maguknak egy másik fordítást, ahol kényük kedvük szerint úgy alkalmazzák a fordításnak, a, az eredeti szövegnek a fordítását, hogy az egyértelműen azt gondolja, ami az ő hitüknek az alapja de majd mindjárt megmutatom, csak még itt, itt, egy pillanatra, hogy milyen értelemben használja. Nézd meg, tehát azt mondja, hogy aki képen láthatatlan Istenek minden teremtménynek előtte született, illetve minden teremtmény közül ő az első szülött, ő rendelkezik ezekkel a jogokkal, majd a 18-ban azt mondja, hogy ő első szülött a halottak közül, ez igaz? Ő, ő első szülött, oh, bocsánat, én közben elkalandoztam, ez, még egyszer tett fel a kérdést, aztán aztán, hagyd térek már egy kicsit a görögre itt, igen? Jó, tehát, hogyha ezt a szót úgy használja, ahogy, ahogy te, te mondod, hogy ő időben először született, igen. igaz, hogy ő az első szülött a halottak közül? A halottak közül ő támad föl először, igen. Hát, és akkor Lázár, a kislány? Igen, de az más, ő, ő volt az, aki abban a dicsőségben támad föl, és ő örökké él onnantól kezdve, míg ők visszatámadtak föl emberként, szóval az, az nem, nem nevez. sőt, hát akkor vissza mehetnénk, azt hiszem Illés vagy Elizeus volt az, aki beesett a, a. Azért mondom, tehát, hogyha abban az értelemben, ha főnévként használnánk, akkor ez a mondat egyszerűen nem igaz. De ezt főnévként használja, hisz hisz a a görög. Nem. De, most de nincs, hogy... nem, mert ugye az van, hogy ha megnézed a, a görögöt, akkor itt látszik az, hogy mm, ez a ktisis az azt jelenti, hogy teremtés, vagy teremtmény, és ez itt, ez genitívus, az birtokos esetben van, míg a, a pászész előtte szintén birtokos esetben van, szóval akkor mi a birtok, hanem a prototokos? A prototokos a birtok. Tehát ez egy főnév. De, 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 hát figyelj, most főnév... az előbb de, de hát az, elő, az előbb mutattam meg, hogy melléknév. Visszateszem az ablakot, nézzük ja, meg. Nem, jó, előtt. látom, oké, igaz, melléknév, jó, megvan. Aha, látom, jó. jó Igazad van. itt nem arról beszél, hogy ő támad fel először a világon. Mint ahogy nem is így van, ez az egész hazugság lenne. Nem, nem, nem nem, 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 ez nem hazugság. Ő, ő az, aki feltámad először. Ezt, ezt csak el kell fogadnunk így, hisz ha nem úgy van, akkor az óriás probléma számunkra, hogyha belevesszük Lázárt, meg Elizeus azt az embert, azok, azok másfajta feltámadások voltak. Hogyha nem ő az első, aki feltámadott, akkor akkor az probléma. Hisz azt mondja az írás, hogy mindenben első legyen. Ide van írva, hogy mindenekben ő legyen az első, szóval az azt jelenti, hogy ő az első, aki feltámadt. Ez csak ide van írva. Szóval ő kell, hogy legyen az első. A többit nem veszi ide, nem számít ilyen formán. De figyelj, mindaddig így van, amíg mondod, hogy ez főnév. De abban az értelemben, ha ezt tudomásul veszik, hogy melléknév, mint ahogy az is, és az akkor élő emberek, ahogy használták, akik, akik mind arra gondoltak, hogy az elsőszülött kifejezés az, az egy olyan melléknév, ami azt fejezi ki, hogy az illető milyen jogokkal rendelkezik. Akkor rögtön érthető, hogy itt valójában arról van szó, hogy a halottak közül az első szülött, hogy ő is ebben az első, érted? Tehát milyen? Ő az... De, ő de el, nézd, az, a, az a, első a, szülött melléknév, azt ők a, nem alkalmazhatták általában másként, mint úgy, hogy az, aki először jött ki az anyából a testvérek közül. Ez volt az alapfelállás. Hogy, hogy volt, volt ettől eltérés? Természetesen Sét sem az első volt, Jákob sem az első volt. Aztán, ha megyünk tovább, jahusos bocsánat, nem javusa, de még van erre számos példa, mint például igen, Dávid sem elsőszülött volt, de azt hiszem, hogy, hogy Salamon sem. Szóval, igen, változhat ez, és akkor azt jelenti, de alapvetően mindenki arra gondol, mikor hallja azt, hogy prototokhoz elsőszülött, hogy az az ember, aki először jött ki a testvérek közül az anyjából. Ha utána ezt ő megváltoztatja, jahu, a természetes fair, de az alapjelentése a szónak az, hogy valaki, aki először született. És az, hogy vannak eltérések, meg hogy hogy használták régen, az egy másik történet. Az írás egyértelműen arra gondol, hogy az, aki először született. Ez csak szerintem, ez evidens, akár ezekből a versekből is, de, de, folytasd. Jó, én már csak ismételni tudnám magamat, amikor inkább visszateszem ezt a, ezt megszakítom, és utána azt mondom, hogy az ablakok közül er, ezt megosztás, és csak ismételni tudnám magamat, szója, hogyha megjelenik. Pillanat. Igen? 129 esetből minden egyes alkalommal melléknévként használja, és ez ennek az az oka... De megnéztük az előbb, hogy ez nem így van, hisz... Ö, vagy bocsánat... Nem. A, de, de mindegy, de azt akarom mondani, hogy még ha, ha úgy is használja, most visszakorok menni a, a Lukácshoz, nincs jelentősége annak, hogy... hogy Lukács gondolsz, ott, a Lukács gondolsz, ott is van egy ilyen. Értem, csak azt kell megérteni... Ott is azt jelenti, ha... hogy először született. Világos, persze, a, ma, a mai, mi, nekünk a mai gondolkodásunk alapján. Mi teljesen másra gondol, gondolunk, amikor ők... Mert mi, ők mire gondoltak kultúr, akkor? Kultúr, kultúrá, tessék, ők mire gondoltak szerinted? Mi, mert azt az lehet, hogy akkor nem értettem meg. Értem. Tehát figyelj, a Héber kultúrában, meg a görög kultúrában, amikor megszületett az első gyerek, akkor azonosra gondolunk mi most, ők is, meg mi is, hogy megszületett egy gyerek, és egyébként előtte még nem volt senki. De amikor ő azt a szót használja, hogy elsőszülött, akkor nem arra gondol, hogy ennek még nincsen fiat vagy idősebb testvére, hanem arra gondol, hogy megszületett az a személy, aki az elsőszülöttségi jogokkal rendelkezik. De Tehát nem rendelkezhet más az elsőszülöttségi joga, mint az, aki először született. Ha az felülírom, akkor nincs értelme annak, hogy I. Elsőször... Az ezt más, most hogy mit... ne ide. Ezt elmondtam akkor is, hogy természetes, hogy vannak olyan esetek, amikor felülírja, de általában véve. Ez csak, ez csak evidens, hogy az első szülött, sőt, ha a Tórát megnézzük, az első szülött az, akit meg kellett váltani. Az első szülött állat, aki megnyitja a méhet, az az, akit jahuának kellett feláldozni. Szóval az én azt mondom, hogy az első szülött akkor és most ugyanazt jelentette. Az, aki először, de ezt is mondja, aki megnyitja a méhet, így használja az első szülöttet. Volt ettől eltérés? Abszolút, természetesen. Ézsraú eladta az első elsőszülöttségi jogát, de ő volt az elsőszülött, nem? Ő, ővé volt nem, az nem a jog, alakint. és átkerült ő Jákobra. de, Igen, de, az de alak... akkor, bocs, állj, álljunk meg egy pillanatra, Roland. Igen. Hát, hogyha hát el lehet adni ezt a jogot, el lehet adni. Persze, hogy el lehet. Akkor érted, hogy az első elsőszülött kifejezés az az ő fejükben más jelent, de hadd De mindegy, valami, mert, mert ebben az látható. esetben, amit mi nézünk meg, am amiről mi beszélünk, ebben az esetben azt jelenti, amit jelent. Itt nincs variáció. Jahusa az első szülött, aki először született. Érted ez? És ráadásul, é, igen, meg, hogyha visszagondolsz, hogy hogy lett Júda törréből Jahusa, Ruben bement a, az apja feleségéhez, azt hiszem, hogy Bilhához, vagy a másikhoz, nem tudom, igen. ezért ő elbukta azt, Simeon és Lévi megölték Sehemet és az egész falut, ezért elátkozta őket idézőjába véve Já Jákob, és a negyedik a sorban Júda lett, így lett ővé az első joga. De ez egy extrém eset, egy, egy ö, ne, nem mehetünk rá arra, hogy egy különleges esetből általános érvényű következtetés vonjuk le. Az, az alapfelállás az, hogy aki először született, az a protot és Jahusa esetében ez csak így van, neki nem, nincs is testvére gyakorlatilag, szóval az ő esetében fel se állhat az, hogy valaki más az, aki megkap, ő egyedül van. Figyelj, látod ezt, amit most mutatok? Látom, csak ki kéne nagyítani, hogyha tudod a kontroll görgővel felfele. Még? Hát Hát akármeddig igazából, legyen legnagyobb, ha? Jó. Ez jehova tanúinak az oldala, ezt csak elretentésképpen szeretném megmutatni. Világos. Jó, tehát az olyannyira ismert, hogy itt a koloszi első fejezetében ezzel nem lehet mit kezdeni, hogy a tanúk egyszerűen fogták, és úgy fordították le, ez ez egy sima hamisítás egyébként, Aha. hogy fogták, és nem tudták bele, belekeveredtek a saját butaságukba, és négy helyen kellett beletoldani azt, hogy minden más ő rajta. Olvassuk fel, jó? Tehát uh, honnan kezdődik? De ez mit bizonyít ez a minden más? Ez mi, mi, mire kell figyelnem? Mert csak akarom nézni a... Igen, igen, mindjárt. Azt mondja, ő pontosan olyan, mint a láthatatlan Isteni, és ő az egész teremtés első szülöttje, mert általa lett megteremtve minden más az égen és a földön, ugyanis, hogyha egy picivel tovább olvassuk majd a verset a 19 -20. résznél, akkor fogod látni, hogy gyakorlatilag minden, minden teremtett, de ő nincsen itt felsorolva. Ezért a tanuk azt választották, hogy arra asszociáljon az ember, hogy ide tette, hogy minden más égen és földön láthatók, láthatatlanok, trónnak, uralmak, kormányzatok, hatalmak, stb. kivéve őt, mert ő ugye egy teremtett lény, ő minden más. Ő a... tessék? Ő született. Legyen született, minden más, ő általa ő értelet megteremtve ezen kívül már minden más előtte létezett, holott ez sehol nincs. Mert ez nem erről szól, hogy ki mikor született ők. Ezt csak egyszerűen erre szeretnék felhasználni, hogy ez az írásrész bizonyítja azt, hogy ő egy született lény. Ami egyébként még nem értünk a beszélgetés végére, majd meg fogod látni, hogy uh, szerintem ez gyenge lábakon áll, legalábbis ahogy én értem jelen pillanatban. Világos. De ők egyszerűen, ők egyszerűen, mivel tudják azt, hogy ez nem erről, nem erről szól ez a részlet, egyszerűen fogták és meghamisították, ami ide van írva. Nézd, a, 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 ha minden az, amit, ö, amit ki akarunk hangsúlyozni, amit egyébként jól vettél észre, hogy a minden az egy nagyon fontos szó ebben a, ebben a szakaszban, olyannyira fontos, hogy minden versben ez előfordul, majdhogy nem egyszer, de többször is. Szóval ez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, nem muszáj, mert én már átmentem a felfedezőre. Kétszer Mondja el azt, hogy minden, hanem 8 a 20-asban kétszer van ez a szó, meg a 17-esben is kétszer. Szóval igen, az író, a szerző akarja kihangsúlyozni azt, hogy ő minden teremtmények előtt született, és ő a mindenségnek a fenntartója. Legyen az élő, legyen az halott, és eljövendő. Ő min minden, ez a, ez a lény, ez a, a fiú, a szó, ez a mindenségnek a fenntartója, aki képe a láthatatlan Elohimnek. Minden teremtmény előtt született. Ő benne teremtetett minden, ami létezik. Minden ő általa teremtett még egyszer ebben a fejezetben. A 16-os versben kétszer mondja, hogy minden. A 17-esben azt mondja, hogy ő előbb volt mindennél, és minden őben áll fel. Szóval igen, a szerző az, aki ki akarja hangsúlyozni nekünk, hogy ez a lény, ez minden előtt már létezett. Minden ő általa van ő benne áll fent, ő az egész teljeség. érted? Szóval nem a, a, persze oda tették, hogy minden más, de minden Biblia hozzátesz ezt-azt. De a probléma abban van, hogy egy igenis a szerző az, aki ki akarja hangsúlyozni az, hogy minden, ö, minden előtt van van ez a lény. Ezért van benne oly sokszor ez a, ez a szó, hogy, hogy minden. Szóval szerintem egyezik a az, ahogy én értelmezem a prototokhoz, azzal, ahogyan a szerző használja, és amit a szerző ki akar hangsúlyozni. És a szerző azt akarja kihangsúlyozni, hogy minden előtt született. És ezt meg is teszi azzal, hogy ilyen gyakran használja ezt a kifejezést, hogy minden ebben a néhány versben.